Aztakkő, a vulkánembrió. Az utóvulkáni működés tanúja Mátra alján a hidrokvarcit gejzírkupok, mint például a bábakő vagy ez az aztakkő. A Mátra fő tömegének képződése a miocénkorban történt, mintegy 21 millió évvel ezelőtt riolitufa szórással megindult a vulkanizmus szünetekkel és igen intenzív szakaszokkal tarkítva, kb. 13 millió éve fejeződött csak be. Gyönyörű szép az idő, és látszik, hogy igazából a levelek még hiányoznak a fákról, igen, hiszen február van, pont azért jó ez az időszak, mert ilyenkor még a fák nem takarják be azt a sok-sok gyönyörű természeti képződményt, amit egyébként egy ilyen szikla tud nekünk mutatni. Hát nekem nagyon tetszik, úgyhogy most föl is megyek a tetejére. Legnagyobb arányú vulkáni anyagtermelés a középső miocénben zajlott, létrehozva a hegység döntő részét adó több száz méter vastag rétegvulkáni sorozatot. A vulkáni tevékenység mozgató rugója a Kárpát-medence térségét alkotó két kőzetlemez egymás mellé kerülése okozta, az összetartó, forgómozgást végző tektonikus lemezek vándorlását nem alábukás, hanem tágulásos folyamatok kísérték, ezen időszakok alatt juthatott felszínre a kalciumdús magma. A miocén vulkanizmus zárásaként a hegység déli peremén még működött néhány kisebb riolit vulkán, egyik maradványa a Kishegy dagadó kupja Gyöngyösolymosnál, vulkáni tevékenység nyomaira utal számos gejzírkupnak a környéken visszamaradt roncsa is, mint például a bábakő, vagy ez az aztakkő. A vulkanológusok között az utóbbi évtizedekben komoly vita folyt a hegységben feltételezett kitörési központok helyéről, illetve a Mátra kaldera vagy kalderák méretéről. Korábban a Mátra egészére kiterjedő kalderát feltételeztek, melynek központja a gyöngyös oroszi ércesedés lett volna. Később a nyugati Mátrát, mint lehetséges kalderaperemet elvetették. Űrfelvételek vizsgálat alapján inkább egy 13 km átmérőjű kalderát valószínűsítettek, amelynek határait a havas, tóthegyes, piszkéstető, golyatető, csórhegy és sárhegy vonalak húzták meg. Egyes nézetek szerint az andezit lávatokorót kis, önálló kitörési központok hozták létre, kalderának ebben feltétlenül nem volt szerepe. Ennek a vulkáni utóműködésnek a kései, sőt jelenlegi szakaszában is zajlanak folyamatok, az egykori kovasavas forróvízű feltörések unokái a mai csevicék, ezek a kénhidrogénes szénsavas vizek, melyek elsősorban Parádfürdő környékén gyakoriak. Hogy mi is történt itt valójában, pontosan nem tudhatjuk. A legvalószínűbb forgatókönyvek szerint heves és hosszantartó kitörés sorozatokról lehetett szó, amely egy kaldera beszakadással végződött. A másik lehetőség, hogy a Mátra délfelé történt kibillenése okozta a tufás kőzetöszlet kiemelt földrajzi helyzetét. De ami biztos, erős utóvulkáni működésről tanúskodnak a kvarcit anyagú jelzírkupok és az évszázadokon keresztül bányászott érztelepek is. A két világháború között a kőbányászatot ki is terjesztették a falutól erre a környékre is, mintegy 4,5 kilométerre északra a Komlós és a Nagyvölgyek közötti gerincen emelkedő, azt a kő 505 méter magas egykori gejzírkúpjára is, ahol a kiváló minőségű hidrokvarcitból kohókemencék kibérlésére alkalmas kőzeteket, ugyanakkor malomkő készítéshez is megfelelő anyagot találtak, sőt az Aztakhegy kövét malombéliskőnek is termelték. Föltámadt a szél, és hát a drónozásnak lőttek, úgyhogy le kellett szállnom, viszont megtaláltam ezt a gyönyörű szép követ, ami elég tipikus formája annak, ami miatt ezt az aztakkövet szerették és bányázták itt sok-sok éven, évtizedek keresztül, hiszen ez az a piros szín, ami igazából egyedi. És ezt nagyon-nagyon szerették a kőművesek és a szobrászok is.